ezen a helyen 1961-ben jártam, amikor mint gyári segédmunkás a kis alapszervezet tagjaként egy vasárnap délelőttet kötelezően megjelentünk itt, és a romokat takarítottuk, ami azt jelentette, hogy az egyik téglarakást a másik téglarakásba dobáltuk. És arra emlékszem, hogy a Várker pazár felől közelítettük meg ezt az udvart, de többre nem. Viszont még emlékszem 46-ban, amikor 4 éves koromban jártam itt ezen a környéken, és még a kilőtt autók meg ágyuk itt voltak fölállítva. Úgyhogy elég sokat, de hát akkor még nem gondoltam, hogy a könyvtárba fogok ide járni. Mindenesetre azért azt elmondom, hogy ezt nagyon sajnáltam, hogy a Nemzeti Múzeum épületéből, ami nagyon jó fekvésű volt, el kellett ide a távolba költözni. Ez igazából ide feljönni régebben mindig egy kirándulás volt, tehát nem dolgozni jött az ember, hanem kirándul, de természetesen így is szívesen járok, és örülök, hogy ha itten ezzel a közelműködéssel egy nagyon picit is hát lendítek az érdeklődésem.